Sziasztok, ez itt a Sárkány Radar, benne a Dragon Ball Raging Blast 2-nek az ovájában. Ez egy olyan különkiadás a játék tiszteletére, ami egyben egyébként egy újrakiadás is. Ugyanis ez a történet Shogokuékkal egyszer már megtörtént méghozzá az eredeti 93-as változatban. Pontosan abban az éppen egyébként, amikor én is születtem. A különbség a két ova között az, hogy az újabb verzió rövidebb, itt-ott eltér egy kicsit, de végeredményben ugyanoda fogunk kiukadni. Nagy érdeme még az újra kiadásnak, hogy nagyobb felbontásban élvezhetjük, ezáltal az élmény is színese. A Raging Blast 2 számomra a legjobb DB-s játék volt az előző konzolgenerációt, ezért is sajnálom nagyon, miért nem készült már eddig belőle egy újrakiadás a mai konzol generációra. Az ovát annó én még felirat nélkül is meg tudtam nézni, mert nem egy hosszú kaland. Másrészt sejtettem, hogy nagyon sok lesz benne az akció, ezáltal nem kell majd annyit gobozgatnom a sok párbeszéd értésem miatt. Felirattal persze minden érthetőbbé vált, az ellenben megmaradt, hogy a játékidő nagyon gyorsan pörög le. Ez a remek történetvezetésnek köszönhető, másrészt pedig annak, hogy nincsenek benne felesleges részek. Érződik azért, hogy nem adtak annyi költségvetést a projektre, vannak benne gyengébb animációk, ám így is szép jelenetekkel találkozhatunk. És hát hallani az ovában egy olyan jó zenét, ami akár a DB Super aktuális verekedése alatt is szólhatott volna. A kezdés ott köszönt be, hogy bemutatják nekünk, miként hullottak el a Vegeta bolygón a Tsuffuru Jinnek. Ők korábban együtt éltek, a Saiyajinekkel majd jött Vegeta lázadása, és átvették a bolygó irányítását, kiírtva ezzel a Tsuffuru Jin népet. Pont a hatalom átvételét láthattuk itt, ráadásul az ova erre nem tért ki, de egyébként a Saiyajinek később jöttek a Vegeta bolygóra. A Tsuffuru Jinnek befogadták a Saiyajineket, csak később a Tsuffuru Jinnek ereje, hát kevés lett a Saiyajinek túlnyomó erejéhez képest. Ugyanis hiába volt ez a nép fejlett, nem igazán tudtak harcolni és inkább a béke mellett álltak. A látvány egész jó volt, főleg a lövöldöző ozaruk miatt, amikor azonban felülről mutatták a bolygót és annak robbanásait, az már sajnos közepes megjelenítést tartalmazott. A konfliktust a bosszú fegyvere okozza, amely egy olyan tudós kezében van, aki nekem nagyon hasonlít Dr. Zero-ra. Pedig ennek a tudósunknak szakála van bajusz helyett, és a színe is olyan földön kívüli. A szereplő motivációját én teljes mértékben meg tudom érteni, hiszen az ő szemszögéből nézve a bosszú nagyon is jogos. Egyedül ott rontott el a tudósunk, hogy nem vette figyelembe az emberiség épségét. Észrevettem, hogy Bulmának ebben az ovában is egyedi külsőt adta, más volt a haja, illetve más ruha is volt rajta, hiszen Toriyama Sensei egy interjújában megemlítette, hogy ő mindig is szerette öltöztetni a szereplőt, illetve alakítani. Ő az, aki kiszúrja a mérges gázt, ami a fenyegetést okozza, vagy ezután a hőseink utána is járnak a dolognak. A korszakot tekintve szerintem egy alternatív szelszagában lehetünk, ahol Gohannak valamiért nem kellett átmennie SSI-2-be. Vagy esetleg Shogoku volt az, aki le tudta győzni Cellt, és a csata hevében Cellnek nem volt meg az az ütőkártyája, hogy fel tudja magát később robbantani, hiszen Shogoku is életben van. Trunks pedig abban a ruhájában van, amikor a jövőben Cellt intézte el. Az már biztos, hogy ha Csetepatéról, csapatos bunyóról van szó, ez az időszak a legmegfelelőbb erre a célra, mivel itt még a jövőbeli Trunks is számításba vehető. A fordulat azzal kezdődött, hogy visszatértek a korábban legyőzött ellenfelek, akik Frieza kivételével mind a mozifilmekből valóak. A zsarnokunkat hosszú idő után itt láthattuk újra először, aminek én nagyon örültem. De azt sajnáltam, hogy legalább egyetlen akció erejéig nem állt össze a testvérével, mondjuk megtámadhatták volna Goku. Ha nagyobb a költségvetés, Koler és Frieza halálsugarakat lövöldözött volna, és szupernovákkal kellett volna a hőseinknek megküzdenie. Érdekesség volt az is, hogy Tarles és Slug úgy tudott harcolni Gokuékkal, mintha nem is telt volna el semmi idő az előző találkozásaikhoz képest. Pedig Tarleszt a Kaioken is el tudta intézni, még Slugot egy fél SSI egy kis hián a padlóra küldte. Szerintem a készítők megelégedtek azzal a magyarázattal, hogy az ellenségek gázalapúak, hiszen visszatért lelkekről van szó, valamint azzal, hogy ez miatt nem fáradnak el.
Az akció tetszetős volt, mert szerintem kihozták a maximumot a készítők, de az erők mérete nem volt az igazi. Mindenki kicsivel támadott, az egész harcot is rendezték ilyen kicsi helyen, ám az eléggé emlékezetes maradt, amikor például Tarlesék támadtak. A gázokért felelős tudós a sötét bolygón rejtőzött el, majd amint Gokuék megérkeztek hozzá, meg is indult a küzdelem. Amikor a négy Super Saiyajin megjelent a képernyőn, nekem azonnal borzongás lett a testemen. De különös módon Son Goku miatt, aki szerintem vezére volt az egész csatának. Amikor előtte a Kamehamehát, az már közepes volt, viszont a szándék menőségére egyáltalán nem lehet panaszunk. Vegeta Final Flash-a bizony nem stimmelt színben, ami bizonyára a költségvetésnek tudható be, mert ezután mindenkinek a további támadása kék szint kapott. A nagy ellenfél feltűnése kissé brólítatta át a zöld erőket látva, és hogy keveset beszélt, de felépítésben egy bús, űrharcos képmását is képviseli. Nagyon tervezett, és emlékszem, hogy a játékban is eléggé lehetett vele küzdeni. Jól elintézte Vegitát, aki szokásához szíven tapasztalja ki először az ellensége. Amikor meg Piccolóra került a sor, a látvány nála egészen jó volt, és még akkor is, amikor megjelentek ezek a zöld szikrák a testén. A füstök és hacsizsek zöld támadásai a legszebb animációt adták nekünk az ovában, de amit Goku csinált, az teljesen elvitte az érdemeket. Ő volt itt a hős, mert nélküle már mindenki kikapott volna. Egyedül azt nem tudtam legyelni, hogy Hachijack talán még Broly-nál is erősebb, ez ugyanis lehetetlen. Hiszen Broly ájultra verte az éjharcosokat, ráadásul úgy, hogy komolyan se vette a csatát, ráadásul azt is megengedte, hogy utána varázsbabokat kapjanak be Gokué. Hachijack is simán lenyomta őket, de Vegitáik nem feküdtek ki. Ez a 15 másodperces gyenge pont pedig túl nagy hátrány neki. Amint ezt a hősünk kiszúrta, mert látta, hogy Trunks menő rúgása vért csikart ki az ellenségből, innentől nem volt menekvés Hachijacknek. A felek egyszerre lőtték el a legerősebb támadásaikat, és itt bizony folyékony rajzos effektek szabadultak el. Kocsonyaként remegtek a támadások, ami így megidézte a DB Super. A hősiesség rettentően megvolt, és amint Goku került a középpontba, a hőségtől remegő képernyőre, a hősünk olyan kemény volt, mintha az ultra ösztönben lett volna. Az ellenség vereségével és pusztulásával a gázgépek sorjában robbantak fel a földön, és így a bolygó megmenekült. Sajnos azonban Goku és Gohan így is bajba került, mert Chi-Chi hangoskodása sokáig zengett. Ez a valós életben is így van, mert egy anyuka dühénél nincsen veszélyesebb hatalom. Összességében tehát nekem eléggé tetszett ez az ova, mert a közepes animációk ellenére is eléggé jó harcokat kaptuk. Nagyon érdekes volt a főgonosz, és az is tetszett, hogy újabb információkat kaphattunk így a Tsufuru Jinnekről. Azt viszont nem tagadhatjuk le, hogy az eredeti 93-as változat minőségesebb volt, és ezáltal nagyobb költségvetése is. Ez volt a Sárkányradar benne a Raging Blast 2 videójátéknak az OVA változatával. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is elosztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel!